Mostanság el kell a segítség a milliárdokból működő magyar labdarúgásnak, és honnan máshonnan lehetne új erőt meríteni, mint a horrorfilmek végtelen tárházából. Mivel pénz már van, csupán csak meg kell találni az ideális erősítéseket a csapat számára, és már mehet is a honosítás. Megkönnyítendő a Magyar Labdarúgó Szövetség dolgát, mi most összeszedtük a 8 legideálisabb horror karaktert, akivel sikeres lehetne a magyar válogatott. A nyerő csapat felépítésének első szabálya, hogy védj egy jó kapust. A jó kapus legyen magas, legyenek hosszú kezei, és legyen rugalmas, mint a bőr a hímvesszőn, ez alapján pedig találni sem lehetne alkalmasabb embert a posztra, mint Freddy Krüger-t a Rémálom az Elm utcában filmekből. Mr. Krüger bemutatta már, hogy nagyon tud vetődni, hogyha kell, a kezei akár több méter hosszúra is meg tudnak nyúlni, és ne felejtsük el, hogy a kezein már ott van a spéci meghosszabbított kapuskesztyű, aminek penge ujjaival bármilyen labdát ki tud halászni a kapuból. A kapus egymaga nem elég, kell elé egy megbízható védelem is, aki képes futni és képes megakadályozni az ellenfél támadásait. Bőrpofa ideális a pozícióra, hiszen tudjuk róla, hogy a végtelenségig képes sprinterni az áldozatai után, akár egy súlyos láncfűrésszel együtt is. Bár elég csúnya és hát elég büdös is, kicsit összeférhetetlen figurának tűnik, lehet, hogy lesz vele némi gond az öltözőben, de hát a csapatkovácsolás sosem volt egy egyszerű dolog. Szintén mellette szól, hogy a fickó egy hegyomlás, így minden támadó játékost úgy vágna a földhöz, mint egy városkenyeret. A védelem tengelyébe kelleni fog még egy fáradhatatlan, sprintelni képes élő halott, bár a motivációval persze azért lehetnek gondok, és nem nehéz megjósolni, hogy ő is egy meglehetősen összeférhetetlen személyiség lesz az öltözőben és az edzéseken, de legalább soha nem kell lecserélni majd sérülés miatt, akár lábak és karok nélkül is folytatni tudja a meccset. Miután zombi, a győzelem nem igazán érdekli, csak az emberi hús, így aztán lehetséges, hogy a megfelelő motiváltság érdekében apró trükkökhöz kell majd folyamodni, mint például emberi belsőséggel bekenni a labdát, de hát mindent a győzelemért. Védelem pipa, jöhet a csapat gerincét jelentő középpálya. Ide egy fáradhatatlan játékos kell, aki higany mozgásával képes zavarba hozni a legeltökéltebb ellenfelet is, emellett erős kondícióra lesz szükség, hiszen a támadásokat is segítenie kell majd. Ghostface-ről tudjuk, hogy ha valamit, akkor futni azt tud, bár a koordinációval azért komoly gondjai vannak, az egész fickó csetlik-bodlik minden jelenetben, de remélhetőleg ez majd segíti őt abban, hogy kicselezze az ellenfél játékosait. Még mielőtt rátérnénk a támadó sorra, ejtsünk egy-két szót a menedzsmentről. A csapatot irányítani kell, túl kell járni az ellenfél eszén, szét kell brusztolni őket a fenébe, de a játékosokat is csapattá kell kovácsolni, és erre kiváló ember John Kramer, vagyis a Fűrész filmek csapda mester főszereplője, aki ha túl tudott járni az FBI eszén nagyjából 100-szor, akkor pár futballedző már nem jelenthet neki gondot. Jó, persze tudom, hogy szegény John alig bír járni, sőt, ami azt illeti, a filmekben már meg is halt, de mi most nem foglalkozunk ilyen apróságokkal, szóval jöhet is a kispadra. A focipályán elég nagy hátrány, ha valaki nem fut, márpedig Myers nem igazán az a sprintelő fajta, sorozatgyilkos karriere során összesen nem futott talán egy métert sem, inkább komótosan lépked a cél felé, így aztán a kezdőcsapatban nem nagyon tudunk neki helyet szorítani, de még így is használva lehet a csapatnak a puszta jelenléte a cserepadon. Kisugárzása és tekintélye már is 50%-kal növeli a csapat önbizalmát és a győzelem esélyét, arról nem is beszélve, hogyha esetleg a bírót egy-két alkalommal jobb belátásra kellene bírni egy-egy döntésével kapcsolatban, akkor Myers csak oda sétál a bíróhoz és lekever neki egy nyaklevest. Kiállítástól nem igazán kell tartani, elvégre kimerne piros lapot felmutatni Michael Myersnek. Most pedig jöjjön a támadósor, és ki lehetne hatékonyabb a támadásban, mint akit nem is lát az ellenfél védelme. A láthatatlan emberrel a tarsójában a magyar válogatott újra értelmezheti az árnyék csatár fogalmát, ami általában nem egy konkrétan láthatatlan embert jelent, de most nálunk azt fogja. Hivatalosan meszt és teljes felszerelést kellene viselnie, de úgy nem igazán lenne nagy előny a láthatatlanság, úgyhogy mi magyaros trükközéssel mezd nélkül küldjük majd a pályára. Lehet, hogy ez így egy kicsit szabálytalan, de annyi baj legyen, sok sikert a bírónak egy láthatatlan ember kiállításához. Minden csapatnak szüksége van egy jó centerre, aki szállítja a gólokat a csapatnak. Ideális esetben ez az ember magas és elég drabodár ahhoz, hogy az ellenfél védői között is meg lehessen találni labdákkal, és persze meg is tudja tartani a labdát, de arra is képes kell legyen, hogy a labdával kitörjön a védők gyűrűjéből és a kapura törjön. Jason Voorhees tökéletes lehet a posztra, hiszen akkor a vadállat, hogyha nagyon akarna, egy sor rohamrendőrön is keresztül nyomná magát, a védők meg azt sem tudnák, hogy melyik irányba szaladjanak előle. Sajna van egy hátránya, Myershez
hasonlóan Jason sem nagyon szeret futni, de még mindig jobb a helyzet, mint kollégájánál, ugyanis Jasonről legalább tudjuk, hogy képes futni, hiszen több filmben is készült már róla olyan jelenet, ahol bizony kapkodja a lábait. Ha esetleg idő előtt kifullad, akkor sincs nagy baj, nincs más dolga, mint elővenni az egyik nagy disznóvágó kését, amivel a filmekben szokott hadonászni, és már is megnyílik előtte az út a kapuhoz. Meg is vagyunk a tökéletes, verhetetlen magyar válogatott receptjével. A félreértések elkerülése véget tisztázzuk, hogy a videónak nem az volt a célja, hogy becsmérelje a magyar labdarúgó válogatottat vagy a játékosokat. Ezúttal is sok sikert kívánunk a 2020-as Európa-bajnoki selejtezőkhöz. Hajrá, srácok! Ha esetleg valaki a Magyar Labdarúgó Szövetségtől nézi a videót, csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon szívesen. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, ha szeretnél még több ilyet látni, akkor iratkozz fel a csatornára és kövess minket a Facebookon is, Instagramon is. Hamarosan újra jövünk, addig is sziasztok!